A turizmus és a vendéglátás is várta a részletszabályozást, ami az újraindulást irányozta elő. Ezt megelőzően azonban sok olyan álhír látott napvilágot, aminek következtében a várt dömping elmaradt, mind az éttermi vendéglátás, mind a lakodalmak tekintetében. Talán lemorzsolódás van, minthogy dömping lenne, ugyanis a kezdeti ijegység, a védettségigazolványok miatti elgondolkodás, vagy éppen a nyitásnak, ennek a restart állapotnak az elindításáról szóló mindenféle negatív fake news segítette negatív irányba ezt a tendenciát, vagy tette negatív irányba ezt a tendenciát, ugyanis nagyon sok helyről elhangzottak olyan információk, hogy csak védettségigazolvánnyal lehet majd az esküvőket látogatni, nem lehet majd zenét szolgáltatni, ha lehet, majd 11 óráig lehet majd. Tehát nem várták meg nagyon sok helyen azt, hogy kijöjjön egy jó határozat, kijöjjenek azok a pontok, amely szerint nekünk működnünk kell, hanem elhintettek jobbról, balról, előről, hátulról mindenféle butaságot, és erre az ifjú párok felültek, és visszamondtak nagyon sok rendezvényt, ezt nem csak nálunk, itt Baktaló rendházán, hanem ezt az ország bármely szegletébe telefonálok és beszélek a kollégákkal, akkor mindenhol ugyanez a helyzet. Fotós, videós, zenész, helyszín, vőfély. Mind-mind egy esküvő kiemelt részét képezik. Mindegyik szakma egy éve várja, hogy végre újra munkába állhasson, és megvalósíthassa a párok elképzelését, hozzájáruljon életük egyik legboldogabb napjához. Tavaly óta nem ritka, hogy az elhalasztott esküvők párjai azért, hogy a választott szolgáltatót megtarthassák, csütörtökön, pénteken vagy vasárnap tartják meg lakodalmukat. Mindig arra bátorítjuk a mennyasszonyokat, hogy próbálják meg megőrizni az eredeti stábjukat, az eredeti szolgáltatóikat, hiszen nagy gonddal kiválasztották őket, jó lenne nem elveszíteni. Ez egyrészt a pároknak is könnyebbség, és hát a szolgáltatóknak is nagyon fontos, ugye, hiszen ebből élnek. Emiatt viszont a legkönnyebb megoldás sokszor az, hogy egy hétköznapra tesszük az esküvőt, amit viszont garantálok, hogy nem von le semmit az értékéből, tehát aznap senki azzal nem foglalkozik, hogy éppen mit ír a naptár, hanem megérkeznek a vendégek egy esküvőre, és jól érzik magukat, mindegy, hogy ez kedd, csütörtök, vagy vasárnap, vagy szombat. Fontos megemlíteni, hogy a lakodalmon részt vehet az is, aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, de ha szállodai szolgáltatást venne igénybe, tehát ott is aludna, az ugyanúgy az okirat meglétéhez van kötve.